várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Meghallotta kiáltásomat, kiemelt a sárból és iszabból, sziklára állította lépteimet, új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Amen. Szeretett testvéreim, az apostol szavaival köszöntelek mindnyájatokat, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a megváltó Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, hallgassuk meg Istennek áldott és szent igéjét, ahogyan szól hozzánk a vasárnapon a mennyei jelenésekről írott könyv harmadik fejezetének első 6 verséből a következőképpen. Jézus Krisztus mondja, a szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél az Isten 7 lelke és a 7 csillag van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. Ébredj fel, és erősíts meg a többieket, akik halófélben vannak. Mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza. Hogyan kaptad és hallottad? Tartsd meg azt, és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába. Annak a nevét nem törlöm ki az életkönyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ámen. Foglaljuk el a helyünket. Jézus Krisztus mondja, aki győz, annak nevét nem törlöm ki az életkönyvéből. Szeretett testvéreim, életkönyve. Milyen különleges, izgalmas kifejezés, hogy micsoda is az az életkönyve. A teljes Szentírásban 11 helyen találkozunk vele. Ennyiszer fordul elő az életkönyvéről szóló kifejezés. Legelőször Mózes könyvében, a második könyvben, aztán a Zsoltárokban, majd Dániel tesz róla említést, az egyik evangélium, aztán Pál apostol a Filippi gyülekezetnek, és 5 alkalommal olvasunk róla a jelenések könyvében. Hogy mi is az az életkönyve? A 11 említett bibliai hely és a teljes Szentírás összefüggésében az alábbiakat tudjuk erről, és valhatjuk az életkönyvével kapcsolatban. Az örökké való Isten, aki bennünket, alkotásait örök szeretettel szeret, aki hatalmas szava által világot teremtett, és ezt a világot nem egyedül, hanem az ő fiával, Jézus Krisztussal egységben, közösségben teremtette, és a Szent Háromság harmadik személyének a jelenlétében, hiszen így olvassuk a teremtésben, hogy az Isten lelke lebegett a vizek felett, és a Szent Háromság egy Isten, aki világot teremtett, az ő
mennyei névjegyzékébe, az életnek könyvébe. Az embert felvette, beírta, kivétel nélkül minden embert. Azt is megtudjuk a Szentírásból, hogy az élet könyvét, annak kezelését, nyilvántartását, vezetését a mennyei Atya fiára, Krisztusra bízta. És Jézus Krisztus volt az, aki megelőlegező szeretettel, hatalmas bizalommal az emberiség minden egyes tagját ebbe a könyvbe, az életre bejegyezte, és az életre eljegyezte. Minden egyes embert hiánytalanul. És ezért ennek a földi életnek a célja nem lehet más, mint felismerni azt, hogy az Atya milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk, már a világ alapjainak felvettetése előtt elvégezte velünk kapcsolatban, hogy az ő szeretetében benne leszünk, hogy az élet könyvébe minket feljegyez. És a földi élet célja felismerni, hogy mind az Isten alkotásai, sőt, mind az Isten gyermekei vagyunk. De ebből a gyermeki létből, a teremtettségi tudatból el kell jutni minden embernek a megváltotti létbe. Ezért mondta a mi Úrunk Jézus Krisztus az őt éjjeli csendességben felkereső Nikodémusnak, hogy nem elég egyszer megszületni, mert ezáltal csak gyermekeként, alkotásaként, teremtményeként létezhetsz az örökkévaló Istennek. Szükség néktek újonnan születnetek. Szükséges nektek még egyszer születnetek. És ez azt jelenti, leegyszerűsítve, nem elegendő, hogy a Teremtő Isten igent mondott reát, hogy téged az élet könyvébe születésed és emberi lényed által bejegyzett, neked is igent kell mondani erre a kegyelemre, és oda kell tenni mellé az életedet, hogy ebben az élet könyvében a neved benne maradjon. Hogy téged a megöletett bárány, akinek adatott minden hatalom égen és a földön, ebből a könyvből a végítéletkor ki ne töröljön, hanem benne hagyjon az ő örök végzése szerint. A Szentírás 11 helyéből ez az egyetlen egy, a most felolvasott igében szereplő feljegyzés, az, amelyik elmondja nekünk, hogy hogyan lehet az élet könyvében benne maradni. Ezt a hatalmat Isten az ő fiának, Jézus Krisztusnak adta. És ez számunkra egy nagy megnyugvást jelent. Egyfelől, aztán nagy felelősség is. De először megnyugvás, hogy nem emberek kénye, kedve szerint, meg a sors szeszélye szerint alakul az én életem, hogy ott maradok-e az élet könyvében mindörökre, osztályrészem lesz a feltámadás és az örök élet, hanem Jézus Krisztus kezében van az én örök sorsom. Nagy megnyugvás, hogy nem emberek mondják ki felettem az ítéletet, mint ahogyan hajlamosak vagyunk egymás felett könnyelmű ítéletet hozni földi viszonylatban is, amikor barátból ellenségé tudunk válni. Amikor képesek vagyunk elárulni a szeretetet. De az ember még ennél is tovább megy, és az embert nem csak saját szeretetéből utasítja ki, ha már nem szolgálja a másik az ő önző érdekeit,
hanem szívesen kivenni, ha lehet, még az Isten kegyelméből is, és erre élő bizonyítékként van a Bibliában a Zsoltárok könyvének igéje, mely szerint a Zsoltár írója úgy gondol az ő ellenségeire. A 69. Zsoltárban találjuk ezt, így gondol az ő ellenségeire, töröltessenek ki az élő könyvéből. Az igaza közé ne irattassanak be. Látjátok, milyen nagy kegyelem, hogy Isten az ítéletet Krisztus Urunk kezébe tette. És benne hagyta mindörökre nagy megnyugvás. A szívünknek igazi béke, másfelől nagy felelősség is. Jézus Krisztus mondja meg, a végítéletben az életünket mérlegre téve, hogy benne hagyja-e nevünket az életkönyvébe, vagy kitörli onnan. Erről szól a mai ige. A kis-ázsiai levelek közül Efézus, Smirna, Pergamum, Philadelphia, Sardis, az ötödik gyülekezethez írott levelet olvastam fel, amelyben Jézus Krisztus a szárdiszi gyülekezetet szólítja meg annak vezetőjén keresztül, és ezt mondja az, akinél az Isten hét lelke van, a lélek teljessége, és akinél ott van a hét csillag is. Tudok cselekedeteidről, mondja az Úr, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ha szívünkre vesszük Isten igéjét, és miért ne tennénk az ő hajlékában legalább itt, akkor azt kell mondjuk eléggé elszomorító diagnózis, hogyha ő azt mondja ránk, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. A világ vallások közül, ahová a kereszténység csak részben és adminisztratív szempontból sorolható be, máshogy nem. De a világ vallások közül az egyetlen a kereszténység, amelynek a követőit vagy tagjait az egyedül élőről, Jézus Krisztusról nevezték el. Minket keresztényeket az élő Krisztusról neveztek el. Az a neved, hogy élsz. Egy élőről kaptad a nevedet, az Isten fiáról, de a valóság, a felszín alatti valóság azt mutatja, mondja Jézus, hogy halott vagy. Nem tudom, hogyan érinthette ez az első század végi címzett, megszólított gyülekezetet, hogy vajon felkapták-e a fejüket a szárdisziak, hogy mit mond rólunk az élő Isten fia, hogy valóban ez lenne az igazság. A 16. században, annak végén egy református keresztjén teológus, egy lelkipásztor és tudós professzor mondta először. És azóta mondták sokan, de mivel oly igaznak hatott és oly nyugtalanítónak, tévtanításnak bélyegezték, nem így van, de valójában megfontolásra méltó. A következő. Ez a 16. század végi református hittudós azt mondta, hogy a szárdiszi levél a reformáció korának kereszténységét szólítja meg újra és erőteljesen. Azt a 16. századi keresztény egyházat, amelyik a reformációban nagy megújuláson ment keresztül, és újra az lett a neve, hogy élsz. Mert a reformáció elve azt jelentette, hogy visszaalakulni, reformálódni, nem egy
egy középkori állapothoz, hanem Jézus Krisztushoz, az élő Krisztushoz, igaz beszédéhez. Az a neved, hogy élsz. A reformációban az egyház újra nevet szerzett magának. És igen, az egyházi szemlélet újra Szentírás és Krisztus központú lett. És nem véletlenül mondták reformátoraink, hogy egyedül Krisztus, a mérték, a mérce. Nem véletlenül kristályosították ki azt az igazságot, hogy a forrás, a tiszta forrás, egyedül a Szentírás, hogy egyedül kegyelemből, hitáltal van üdvösségünk. Minden, majdnem minden letisztult. És visszatért a forráshoz. De itt következett be a következő évtizedekben, meg évszázadban, viszonylag hamar, az a kedvezőtlen fordulat, hogy a reformáció közösségei elkezdtek szétosztódni, darabokra tagolódni. És itt következett be az a nagy probléma, hogy Jézus és a Biblia tanításainál is fontosabbá kezd válni a reformátorok tanítása. Azok tanainak a követése. Innentől beszélünk nagyon hamar a reformációnak a luteri ágáról, meg a kálvini ágáról. A hangsúly olyan hamar eltolódik Krisztusról, meg a Bibliáról. És innentől történik az, hogy a reformáció tanításai szétáradnak Európában, és ugye a tudomásunk szerint Magyarországon először erőteljesen a luteri tanok terjednek el, de nem sokkal utána még erőteljesebben a reformáció kálvini ága hódít, itt a Tiszán túlon különösen. És ezért lesz a Tiszántúl többségében, nagy százalékában református vallásúvá. A hangsúly áttevődik szép csendesen és észrevétlenül Jézus Krisztusról és a Bibliáról Kálvin Jánosra. És ott és akkor nem történik meg annak a bizonyos népegyházi jellegnek a Szentírás mérlegére tevése, hogy vajon mit mond a Biblia arról, hogy kicsoda a Krisztus egyházának a tagja. És ezt a reformáció egyháza sem tudja maga mögött hagyni, amit őseitől örököl, ami Konstantinus óta, az államvallását étel óta, nagy nyomorúsága a kereszténységnek, hogy be lehet jegyezni, be lehet írni, bele lehet születni az egyházba, és ez elég. A reformáció korszakában sem tisztázódik, hogy a népegyházi jelleg nem áll meg a Biblia mérlegén. Mert Krisztus Urunk mondja, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. A tanításban megjelenik, vagy inkább mondom így, hogy tovább él az a nagyon fontos mozzanat, hogy mire való az isteni kegyelem. A középkori egyház nagy nyomorúsága volt, hogy az isteni kegyelmet a bűn igazolására használta fel. És azt mondta, gyarló az ember. Az Isten úgyis megbocsát. Az a mestersége. Az a dolga. A középkori egyház kidolgozta a jóvátételnek a különböző módjait, ugye bűnbocsátó cédulák árusítása. Többek között ez indítja el a reformációt, amikor a bankárpápa tizedik Leó elindítja a bűnbocsátó cédulák árusítását. A kegyelem a bűn igazolására való tanítja az egyház, és a reformáció nem
tisztázza-e végképp, hogy az isteni kegyelem nem a bűn igazolására, hanem a bűnös ember megigazolására van. Ami azt jelenti, csak Krisztus szavára alapozva megbocsáttattak a te bűneid. Megbocsáttattak a te bűneid. És ezt úgy hívja a református teológiai gondolkodás, de az egész kereszténységnek ebben egységes kifejezése van, hogy ez a megigazulás. Igazzá válok az Isten előtt. Krisztus szemüvegén át, Krisztus tekintetével néz rám, és mondja a hitvallásunk is, hogy úgy tekint rám az Isten, mintha soha semmi bűnöm nem lett volna. Mintha mindenben oly igaz lettem volna, mint az ő fia Krisztus. A megigazulás. Erre való az isteni kegyelem részben, de csak részben. A bűnös ember megigazulására, amit Krisztus így mondott, megbocsátattak bűneid, és van egy másik fogalom, amit nem szabad megspórolni, hogy el ne hangozzék, megszentelődés. Ami azt jelenti, az Isten kegyelméből erőt merítek, hogy többé nem. Hogy szeretnék hátat fordítani a bűnömnek. Szeretnék hátat fordítani a bűnös életemnek, és nem arra használom a kegyelmet, hogy visszaigazoljam vele magamat, hogy milyen gyarló vagyok, és majd úgy is megbocsát, majd úgy is leimádkozom, hanem igyekszem az Isten akarata szerint önmagamat megtagadva az ő dicsőségére élni, szeretetben járni, és erre mondta Krisztus. Neki erre is volt egyszerű mondata. Eredj el, és többé ne védkezzél. Ez pedig a megszentelődésnek az útja. És a reformáció egyháza ezt az utat nem tisztázta le teljesen, hogy a megigazulás és a megszentelődés az, amire való az isteni kegyelem. Igen, szeretett testvéreim, az élet könyvébe a születés által lehet belekerülni, de a mi kimondott igenünk és gyakorolt igenünk által lehet benne maradni. És a szárdiszi levélben Jézus Krisztus ezért szólítja fel a gyülekezetet. A reformáció egyházát is, ahogy hallottuk, és felszólítja a reformáció mai egyházát. A református egyházat, minnyájunkat. Mit mond rólunk? Ezzel hadd fejezzem be, diagnózist állít ki az Isten. Református egyház az élőről neveztek el. Az a neved, hogy élsz, de halott vagy. Elfogadom-e? A szívemre veszem-e, hogy rám is igaz, hogy az én kereszténységem talán kimerül abban az egy órában, amit itt töltök az Isten házában, ha ugyan a gondolataimat legalább ebben az egy órában tudom az Isten igéje köré rendezni. De a maradék 167 órában mi történik velem? Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. De jó a szívünkre venni. És az a jó hír, hogy ezt a talán kegyetlennek ható diagnózist nem egy földi orvos adta a kezedbe. Mert akkor nagy a baj. Akkor azt úgy hívják, halotti anyakönyvi kivonat. De ezt a diagnózist az áldott orvos állította ki. Ő mondja, az a neved, hogy élsz és halott vagy, és miért fontos ez? Mert a következő versben ugyanazzal a lélegzetvétellel azt mondja, de ébredj fel. Földi orvos nem tudja mondani. Nem tudja ezzel vigasztalni a hozzátartozókat, hogy de tessenek megnyugodni, megyünk együtt, és lesz ott egy ébresztő szavam. De az áldott orvos tudja mondani. Ébredj fel. És ő mondta, hogy eljön az idő, és az most van, amikor a halottak meghallják az Isten fiának szavát, és élni fognak. Ébredj fel, mondja ő, és csak az fog felébredni, aki elfogadta az áldott orvos diagnózisát. De ő életre kell,
Neki a szeme kinyílik, és azt mondja, igen, jó lenne vele járni a maradék 167 órában is. Ébredj fel, és erősíts meg a többieket, akik haló félben vannak. Ezzel a küldetéssel ruház fel bennünket, ami örökkévaló Istenünk, mennyei atyánk, és azt is mondja, kilátásba helyezi, hogy aki nem ébred fel, aki alszik tovább, aki azt mondja, jól van így minden, ahogy most van, eljövök, mint a tolvaj. Nem tudod, hogy melyik órában jövök el hozzád. Adventi üzenet. Hadd mondaná vele a szívünk, hogy bizony jövel, Uram Jézus, mert én meghallottam a te ébresztő szavadat, és szeretnék veled járni. Thank you.